Javában érik a paradicsom, kezdődnek az eltevések télire. A zöldség gondozása nagy figyelmet igényel, a piaci árusok szerint nem igazán hozza vissza az árát. A piacokon mindenféle méretű, formájú és áru paradicsomot találni, a kisebb és puha zöldségeket akár már egy lejért is megvásárolhatjuk, a legtöbb zöldség kilója 2 lej 50 baniba, 3 lejbe kerül. Az árusok szerint nem mindig térül meg a ráfordított idő és pénz. Nem éri meg az ára. Nagyon sokba kerül az előállítása. Sok vegyszert kell venni ahhoz, hogy ezekben a nagy melegekben valami meg tudjon állni. A paradicsom ugyanis szület után 2 nappal már tönkre megy. Ilyenkor akciósan kínálják a zöldséget, befőzéshez az olcsó paradicsomot választják a vásárlók. Magára paradicsomot, paradicsomlevet szoktam fagyasztani és zakuszkát készíteni, úgyhogy minden, ami finom. Ilyenkor kell begyűjteni. Megtaláltuk a marosvásárhelyi Kuzavoda piac legformásabb és egyben legdrágább paradicsomát. Az árus szerint ebből csak egy-egy darabot vásárolnak. Ez rózsaszín, egy hagyományos fajta, nagyon régi fajta, az ára az 7 lej, hát sokkal kevesebbet terem, nem olyan bőtermű, mint a mostani divatos hibrid fajták, de viszont az íze az nagyon finom. Kínálat tehát van bőven, kiki ízlésének és igényének megfelelő paradicsomot talál a piacokon.